biztonságos, teljesen biztonságos. De fogalmam sincs, miért hívott erre az elhagyatott helyre? Azonnal meg fog mindent érteni, kedves Osztraú. Ugyebár holnap reggel felbírod végre az a szent világtörténelmi nap, időn legkegyesebb urunk első Kázmérő felsége 15 évi számüzetés után ismét elfoglalja Vegamunkban ősei trónját. Ezzel teljesül Isten és a nép akarata. Nekünk azonban kötelességünk ő felsége személyes biztonságára vigyázni ezen a napon. Na látja, Osztró, hát erről van szó. Sajnos csak most vettük a hírét, hogy a szeparatisták merényletet terveznek ő felsége ellen. Fel akarják robbantani a vasodat? Tudja jól, báron, hogy ez az értesülés megbízhatatlan forrásból származik. Valószínűleg nem fog történni semmi. Ez a szó, hogy valószínűleg egyáltalán nem megnyugtató. Ki kell zárni még a feltevés lehetőségét is. Tudja jól, báron, hogy ő felsége utasítását nem lehet elhalasztani. Ezt tudom. És éppen ezért vagyunk most itt? Nem értem. Miféle megoldást vár ettől az unalmas portészektől? Élik egy ember, akit már évek óta csúfolnak, hogy felség. Annyira hasonlít a mi urunkra. Én arra gondoltam, hogy ő fog elutazni vonaton Vegamunkba. Integet a közönségnek. Ő felsége repülőgében megérkezik, és anélkül, hogy bárki észrevenne valamit, újra átveszi alter egójától a királyszerepet. Nem értem. Hogy képzeli? Nagyon egyszerű. Ha a vasút ellen merényletet követnek el, akkor az alter egó esik áldozatul. Ha nem követnek el merényletet, akkor programszerűen fog lezajlani az érkezés és a fogadtatás, anélkül, hogy kockára tennék ő felsége testi épségét, aki... inkognitóban repülőgében érkezik. Fantasztikus! Megértem, én már hallottam hasonló esetet. Állítólag Pálcárnak volt egy állandó alter egója, akit végül felrobbantottak helyette az anarchisták. És a maga embere báró annyira hasonlít, megtévesztés. Itt a környéken csak felségnek csúfolják. És mi a mestersége? Biliárdákunkat készít. Nézze! Ott jön! Bámulatos! Valamivel kisebb, de felséges urunk ruhájában még engem is megtévesztett. Brekeke! Ez egy hülye! Lehet! Utasításom szerint álcázza magát! Konspirál! Aha! Ugye az ügy államérdekű titkossága miatt? Ezek tisztára mesügyét csinálnak belőlem! Brekeke! Brekeke! Még jó, hogy nem gólyák imitáltak erre az előadásra. Mondja csak, nem tudja véletlenül a Bühlenberghauseni apáca zárda nyitva tartási rendjét? Mi? Mit akar? Hát én ugyan semmit. Ez az ember kardoskodott, hogy a legközelebb találkozunk, akkor ezt kérdeztem. Kérdezzen. Hiába mondtam én neki, hogy itt nálunk mindenki tudja, hogy apáca zárda, Kleine majdnem mindében található, nem Bühlenberghausenben. Ma, agyvalány, hogy ez egy konspirációs jelszó. Mondtam magának, hogy inkognitóban leszünk. Hát én meg csak egy könnyű kiskabásból. Mondtam, hogy itt nálunk nagyon könnyűek a nyári éjszakák. Maga tényleg ilyen? Vagy csak... Én igazából ilyenkor már aludni szoktam. Maguk hívottak ebben a különös időpontban. Igen. Nyert, talált! Hanusek vagyok. Üljön le! De az úrnak még nem volt szerencséje hozzám. Hanusek vagyok. Üljön már le! Örvendek.
Szóval az urak dákókat szeretnének? Mondja, kedves barátom, milyen családból származik? Én? Hát az apám masszőr volt, az anyám pedig komorna. Az édesanyja nem volt komorna a királyi udvarban? Nem, nem. De az apám gyakorta masszírozta a felséges asszonyt. Állítólag nagyon meg voltak vele elégedve. Ő például, ha valakinek így megfogta a fejét, lenyomta a hónap, lábát megnyitott. Figyeljen ide, hangsakú! Maga keresett 1000 silinget. 300 dákot tetszik parancsolni! Ne beszéljen közben! De hogy is beszélek, hiszen akkor nem tudom meg, hogy mit akar, és hát 1000 shilling a mai világban nagy pénz! Elég! Ó, de még megint, hogy elég, még sok is. A maga üzlete abból áll, hogy elutazik fejgamba. Uramisten, meghalt a Blau! Ki az a Blau? Hát aki Pergamonban a dákokat készíti. Miért ilyen ideges? Én a maga korában már megjártam Königgrácit, és mégsem voltam ideges. Könyörgöm magának, hogy maradjon csöndben! Szólok én egy szót, és csupa föl vagyok. Hát figyeljen ide! Én Báró Bruno vagyok. Nem igaz! Egyek te Báró! Hát álljon már fel, jobban, hagyd nézzem meg magam! Maga holnap ő felsége képében elutazik Vejgamúba. Hát én ezt most nem értem. Most Vejgamúba utazom, vagy ő felsége képében? Vejgamúba fog utazni, és én majd elkísérem. Ó, hát oda találok én egyedül is. Esetleg nem tudja, mit kell ott csinálni. Én nem tudnám, hát 10 éve járok ezen a vonalon. Grólban át kell szállni a helyi érdekvére, Lakstadtban enni kell egy pár virslit, és Vejgamúnál figyelni kell, hogy el ne aludjon az emberet. Hallgasson! Lehetőleg szó nélkül engedelmeskedjen. Magára fog ölteni egy díszruhát. És ha megérkeztük Vejgamúnban, odaáll az ablakhoz, és addig integet, míg oda nem jön egy hordár. Amíg én azt nem mondom, hogy elég. Aztán én odajövök. Mi maga fogja vinni a csomagokat? Hát ez azért egy bárónak egy kicsit. Ha még egy szót szól, egy vasat sem kap. Kisanyítom a számot. Kétségbejtő. Aztán elmegy a királyi palotába. Ott kiáll az erkélyre egy pillanatra. Aztán megvacsorázik, megfürdik, lefekszik, és ezért kap 1000 shillinget! Fürdő nélkül olcsóbban csinálná. Szóval, ő felsége helyett, aki visszatér volna a trónjára, ő kétszer megjelenik egy-egy másodpercre is integet. Na, megérted miben? Hogyne, persze. Most már csak azt mondják meg, hogy hova vigyem a dákókat. Sehova most nem vigye a dákók! Ja, hogy a vevők oda jönnek érte a palotába. Keserves egy alak maga, Hanusek. Ezt azért éppen nem állítanám. Na, de én akkor most megyek, és főzetek az útra kemény tojás. Teljesen felesleges. Útközben mindent lehet kapni. Persze, útközben mindent elkaphat az ember, ha nem vigyáz magára. De én... mindig betekerem kendőbe a lábamat. Nekem már kétszer mostanyolom. Na, jöjjön most már! Remélem, hogy tudja, hogy mit kell csinálni. Ó, hogyne, persze! Úgy kell tenni, mintha ebből az egészből értenék valami.
váró úr. Nagy örömünkre szolgál ő felsége megérkezése. Régi vágyunk teljesül ezzel. Ő felsége végre ismét elfoglalhatja méltó helyét, ősei dicső trónján. Ő felsége fáradt az úttól, és az ünnepi ebéd előtt pihenni óhajt. Kérjük önöket, hogy egyelőre hagyják magára. A személye körüli teendőket addig is én intézem. És mikor veheti kezdetét az ünnepi fogadtatás? Erről ő felsége egy órán belül gondoskodik. A nép a palota előtt látni kívánja ő felségét. Azt hiszem, ő felsége megtisztelhetné hűséges alattvalóit avval, hogy megjelenik egy másodpercre. Meg fog történni. Most pedig kérem, hagyjanak magamra. Kérem, kedves Osztraú, cselekedjél a megbeszéltek szerint. Tábornok? Szalutál, nyájasan bólint, majd visszalép. Azt fogják hinni, hogy mesük. Most már menjen is csinálja. De nem ide, az ablakhoz. Most mit macerálja az ember, maga is ott csinálta. Különben is, igényt valami vacsorát, hol van a vacsorát? Minden lesz, csak menjen az ablakhoz. Belőlem lehet valaki zsidó, lehet valaki izraelita, én épp úgy szeretem, mint önmagamnak. Hát nekem elegem volt magából. Kimegyek a folyosóra cigarettázni. Nem bánom, mit vonatat, és engem is megkínálhat, én is megkínálhat. Itt nem lehet cigarettázni. De hát, lehet megpróbáljuk. Azt mondtam, hogy nem lehet. De te maga azt mondja, hogy nem lehet, én azt mondom, hogy megpróbáljuk. Nem lehet! Nézd, hát mi bajunk lehet már, megpróbáljuk. Nem, 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 Őfelsége gépe, motorhiba következtében kényszerleszállás hajtott végre. 20 kilométerre innen egy kukoritásban landolt. Szörnyűség. Most kaptam a városparancsnokságra a táviratot, őfelsége úgy rendelkezett, hogy mindketten autón megyünk érte. Azonnal megyünk. De mi lesz ezzel a hülyével? Megvan. Rászállom az autót. Tábornok úr! Ő felsége nem érzi jól magát.
Lepihent egy fél órára. Kéred, hogy senki se zavarja. Személyesen fogok gondoskodni őfelségek nyugalmáról. Óhajt valamit őfelsége? Őfelsége most pihen. Ah. Érti ezt, tábornok úr? Hát őszintén szóval nem. Őfelsége megérkezik, nem fogad senkit, nem beszél senkivel. Ez furcsa. Felettél furcsa. Ahogy az előbb egy pillanatra láttam, azt hiszem, hogy nagyon megtört. Igen, igen, valóban megtörte ez a 15 év. Szörnyű megpróbáltatás egy királynak 15 évig emigrációban élni. Én azt hiszem, azért vigyáznak rá ennyire, mert őfelsége, hát, hogy is mondjam, öregkorára nem őrizte meg teljes épségében a szellemi frissességét. Szobájából. Határozottan onnan hallatszik. Csak ugyan. Onnan? Ki kellene nyitni? Úgy van, ki kellene? Igen, ki kellene. Ki? 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 Mindig csak tisztolták, hogy így bezárják az embert. Ajvé. Gaston tábornok, vezérőrnagy, felséged a legalázatosabb szolgája. Pálottal, udvarmester, őfelsége, legnagyobb szolgálatára. Ebből baj lesz. Szóval, mi baj van? Boldogan üdvözlöm elsőként felségedet, ősei dicső trónját. Ez nem tesz semmit, de nekem most sürgős. Igen, hát ez itt felségedő dolgozó szobája. Itt nyugodtan intézheti a folyó ügyeit. Itt? Narancsára, itt! Nem látom a felszerelést. Hát, hogyha valami államügy, vagy valami nagy dolog... Azaz, nagy dolog! Azt a kupolateremben intézik. Hát kérem, akkor vezessenek azonnal a kupolateremben. Az előbb össze kell hívni a minisztertanácsot. Hát miért van az a minisztertanács? Ősi jó szokás. Hát felségednek ugyanis, hogy nem ugye? Szép szokások mondhatod nekem, hogyha előbb kell picum, sziklálni. Az nem lehet, csak a miniszter tanács hozzájárulásával. Ez megőrülök. Nekem egy egész veszes barát. Hát azonnal! Egy kis türelmet.
De tudja, felség, hogy a miniszter tanács összehívása legalább 3 napot vesz igénybe. Megint? 3 nap? Kérem, itt egy 4 óráról sem lehet. Megkezdenek a kupolaterembe, különben nem állok. Hát de csak egyedül nem intézheti fel. Egész rezes banda kellene, hogy már így volt. Felség, a nagy dologról van szó, akkor ahhoz előbb a miniszter tanács hozzájárulása szükséges. Felséget csak azután szignálhat. De hogy nekem elő kell szignálni? Csak a miniszter tanács hozzájárulása. Ez őrület, ezt meg fogom szüntetni. Fenséget fel akarja függeszteni az alkotmányt? Amíg válom, érve, csüng az az alkotmány, de engem azonnal a kupola teremben engem. De felség, hát ha ebben az esetben, ha a felséget felfüggeszti az alkotmányt, akkor én a továbbiakért nem vállalhatom a felelősséget. És ha lemeltek azonnal a kupola teremben, akkor én sem vállalhatom a felelősséget. Kérem, felséget, még beszéljük, hát nem fontos, hogy még ma létre jöjjön. De fontos! Felséget, óhajtásra maradj, ugye bár, hát akkor kérem szépen megfogalmazunk egy kiáltványt, ugye? Kérdessük itt a miniszterelnököt és a kormány tagjait. Bárok, mint pecsintől, legyen szüves. Na, erre a kiáltványra minden esetre szükség lesz. Jaj, az biztos! Felség! Kegyeskedjék még itt hagyni, amit megszövegelszik, ugye? És akkor most már nem kell összehívni a miniszter tanácsot? Felséget felfüggesztette Beiramut 2000 éves alkotmányát. Akkor nem. Nem szabadott volna kijönni. És akkor most már... És hát ebben az esetben természetesen felséget. A miniszter tanács hozzájárulása nélkül szankcionál. Hát elég furcsán fejezik ki magukat. Akkor én most mentem a kupola terembe szankcionálni. Értés, tábornok úr. Ő felsége furcsán viselkedik, de mi nem bírálhatjuk. Kérem a miniszterelnökről kegyelmességét. Meg kell akadályozni, hogy Weigermund ősi alkotmánya felvaruljon. Minden esetre meg fogjuk próbálni ő felségét eltéríteni a szándékától. Itt Gaston tábornok, van szerencsém, excellenciás uram. Kérem, jöjjön azonnal ő felségéhez. Ő felsége most közölt a legfelsőbb határozatát, mely szerint Weigermund 2000 éves alkotmányát felfüggeszti. Nem, én sem értem. Várjuk, excellenciát! Pont most, amikor olyan sok sürgős feladat előtt áll az ország, legelőször is, fel kell bontani ő felsége morganatikus házasságát Lizavetta bárónővel, és a lehető legsürgősebben nő kell vennie, az Aglája. Mert lehetek azt, hogy tessék, és most ő felsége éppen most akadályozza Weigermund törvényhozó testületét a munkájában. Mindez meg fog történni. Elvégre is ő felsége nem függetlenítheti magát tőlük. Minden esetre ő felsége viselkedése, ez határozottan furcsa. Excellenciás uram, megdöbbenve értesültem ő felsége elhatározásáról. Magam is megdöbbentem. Remélem, hogy excellenciád más elhatározásra fogja bírni ő felségét.
Hát bízom benne. Egyébként érthetetlennek tartom, és nem is tudom elfogadhatónak tartani azt, hogy diktatúrával háborítsuk polgáraink ünnepi hangulatát. Hát különben is sokkal fontosabb teendőink vannak. Igen, igen! Éppen most említettem a tábornok úrnak, hogy ő felsége normatívus házasságát Izabeta hercegnővel, hogy úgy mondjam. Kérem szépen! Ettől fontosabb dolgok is vannak. Uraim, Borodin herceg, a trónkövetelő, inkognitóban Vejjavukba érkezett. Átkozottok! Hát, ne tehát akkor polgárháború fegyeket! Nyugodj meg, nyugodj! Jó nagy kupola tervek vannak itt maguknál. Nem könnyű egy ilyen hazugában szakcionálni. Első. A miniszterelnök úr excellenciája. Hát kérem, kedves uraim, én akkor megyek vissza a szobámba. Felség, zavarom. Sürgősen államtanácsot kell tartani. De már nem kell a hozzájárulás. Na de felség, ennek most szignálnia kell. De már nem kell, már épp ezen szignálnak. Alapsztárt sem tűnhetnek. Én is nagyon kérem felségedet, hogy ne tegye ki Vejgamut békéjét veszélyeknek avval, hogy elodázza az államtanácsot. Hát kérem, ahogy akarják. Tudtam, hogy kegyeskedik, mivel ezt a felség elfogadni. Kérem szépen, engedje meg, hogy előteni ezt is tegyek. Kegyeskedem. Na, nos, mivel ez az akadály is elhárult, azt hiszem, nekiálltunk a szóba forgó ügy megvitatásához. Áh! A király leül! Kegyeskedjék felségednek elfoglalni legdolgosabb helyét a trónon. Ja? Vagy ez itt a trón? Maga miért nem ülhet? Én nem ülhetek le, felség. Júj, mérges pattanása van. Volt egy nagybátyám Katowicban, annak is mérges pattanása volt, és a samajszai hordták utána a heverőt, hogy megütni tudjon. Mindenek előtt valamennyi külön óhaját terjeszteni felségetem. Kérem, mondja vissza az alkotmány felfüggesztéséről szóló döntést. Hát, csak ha, ahogy akarják. Köszönjük felséget. Köszönjük felséget a lehetőséget. Nagyon, nagyon hálásak vagyunk felséget. Ah, de? Véletlenül magának. Egy Rapübelcel nevű elmebeteg képkeret, ez? Nem szépen neked csak Vejgamutban jelenek rokonodjon. Na már, pedig rá hasonlít nagyon. Na ne jöreg ember! Esély! A trón inog. Inog? Úgy van, a trón ilyen. Akkor ki kell hívni egy asztalost? Apunk neki kell tenni az egyik lábon. Igen, humoros. Kérdezem, csak egy szót fogok mondani, és mindent megér, felség. Hát erre kíváncsi lesz. Borodin. Borodin. Hallatlan. És mit lehet ez ellen tenni? Hát felséget intézkedését várjuk.
Hát, hogy is... És hogy mondta az előbb? Borodin. 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 Hát... Várjuk felség intézkedését, várjuk. Mondjon valamit, elnököm, maga mindig olyan burisakat mond. Szerintem nem lenne igazán igazságtalan a felség, ha elrendelné Borodin letartóztatását. Úgy van, úgy van. Ezt fogom tenni. Na és ki ez a Borodin? Úgy látszik, felségem mindent elfelejt. Kérem szépen, Borodin a Korszakókok oldalági leszármazottja, megboldogult Korszakó Gusztáv első unokahőse anyagi ágon. Anyagi. Aha, és ő mit akar? Hát a trónja. Jó, hogy ez egy asztalos! Borodin, Korszakov Krisztián borgonatikus házasságából származó dinasztia, mely a pragmatika konkordátum lesz primé de gentibus alapján a diszidensekkel konspirál. Diszidens? Hát ez azért így mindjárt más. Nem érzi? Érdom magát, felséged? Felségednek most... Ez iránt kellene intézkedni. Remélem, most már felséged mindent ér. Hogyne, persze. Egyezem be a felséged, hogy Borodin herceget elfogjuk, és internáljuk. Úgy van. Úgy van, aki ilyet tesz, az meg is érdemli. Tessék, szignálni. Szignálni. Itt kegyeskedjék, itt? Hólyja, persze, majd itt mindenki előfesetek meg. Mi is itt szignálunk? Hólyja, érdekel a szuperzsai. Én itt nem szignálom. Adjanak békén, én egy nagyobb megkölt ember vagyok. Uraim, ő felsége ma fáradt. De azt javaslom, uraim, hogy... Halasszuk el! Kérem szépen, bár sürgős, de őfelsége óhaja parancs, javaslom, hogy holnap az audencián folytassuk. Úgy van, nagyon kérem, halászanak el engem az urak. Felség? Lizavetta bárónő a szeparéban várakozik. Ha volna a feleségednek valami különleges óhajtása vagy parancsa? Bármit parancsolhatok? Hát akkor vigyed! Vigyed! Hát ratsz! Egybenjárás! Na, hát akkor még valamit kérni. Állj! Hát az! Szóval, milyen háborús felszerelése van az országnak? Sajnos kevés a hadirepülőgépünk. Nekem. Akkor rendelnek 3000 dákót. Dákót? Úgy van. De kérdezősködj, hogy nagyon fontos hadi érdekről van szó. Szóval, rendelnek 3000 hadidákot, most a fordulóval, Prágá, Vegemund, Netto, Kassa, és 1000 tucat zöld amerikai krémát. Hát a felséged óvaja parancs, már nem tudom, ez ugyanis a kereskedelmi miniszterre tartozik, de mindesetre feljegyezni. Nem kell feljegyezni, én már beszereztem a cégkártyát, nagyon meglesznek vele. A bőrűzésért jót állok. Na de ha ne találtál meg, maga csak hallgasson! Még az is lehet, hogy a maga trehányságából inogat róla. Csend! Majd megtudják, hogy mire kell ez az egész. Abtreten!
emeltek! Akkora botrány lesz, és engem majd kötél által élet, hogy mik arra ítélnek. Legalább ennyi hasznos legyen az egész. Csak azt tudnám, hogy hova lett a menedzserem. Itt hagyott egyedül a pálcban, és most még az is lehet, hogy a hátralévő napjaira meg kell tanulni uralkodni. Szóval azt mondja, hogy... Három ezer dákom, mászolnál bőrözve, ez négy shilling, teszint zelmár cipcik. Tényleg. Felség. Voltam bátor az előbb említeni, hogy Elizabetta báronő a szeparéban várakozik. Megint valami baj lesz. Odakint várakozik. Hát akkor talán ne zavarjuk. Felség, Elizabetta báronő okvetlenül beszélni óhajt felségeddel. És egyáltalán ki ez a szalvéta a bár? Felségednek nem kell előttem titkolóznia. Én be vagyok avatva. Igazán? Nem avatna be engem is? Voltam bátor elvételni, sürgősen beszélni óhajt felségeddel. De mondja meg ennek a szalvétának... Kizabdetta! Mondja meg neki, micsoda lér, hogy a minisztereim lestrapáltak. Jöjjön vissza holnap, akkor majd beszélhetünk. Felséged óhaja számomra a parancs. Azonnal intézkedem. Már is intézkedem. Ez a menedzser. De most még mennyi időt kell várni a vacsoráig is? Nem hiszem el. És tényleg meg kell tanulnom az utolsó napjaimra uralkodni? Engem ne felek fenntartóztatni, felség! Felség! Úgy látszik elmány! Felség! 15 éve várok erre a pillanatra, hogy a számüzetésénél nem is lehettem ott. Legalább megosztam önnel az uralkodás keserű kenyerét. Szóval számot tűzni nem akar. Uralkodni, igen? Hát nem maga mondta, hogy neveljem itthon gyermekünket. Egyébként elhoztam őt is, kint vár. Jaj, még csak ez hiányzott. Nézel, kedves könyvé. Szóval egyelőre szó sem lehet róla, hogy újra kezdjük a viszonyt. De felség! Én meg vagyok ütődve! Hát az látom, hogy ütődött. Szóval egyelőre ezt a viszonyt, ezt be kell fejezni. Hát a felség! Én a neje vagyok! Uram Isten, mit csináltam? Hát akkor ez már nem is viszony, ez már egyenesen iszony. De nézzek egyes szalvidettelen. Követelem, hogy tartsam meg ígéretét. 15 éve vagyok a morganatikus hitvese. Hát most ültessen a trónra. Ez azt nem lehet, az most imidom. Jöjjön vissza, holnap pedig a megcsinálják. Megígérte nekem, hogy együtt leszünk a koronázás szent napján, a székes egyházban. Én egy székes egyházban?
Magával is baj lehet. Kazmér! Szorítsa kedved vele! Már magát világítás, mert fényes nappal, mikor? Én minden bizalmamat magába fektettem. Magamat! Ne, én nem fektetek magába semmit. Még a bizalmamat sem. Rendben van, felső. Jön a most talán fáradt. Holnap visszajövök. Azt mondja meg magának, hogy hol lesz neki már az itt? Nézzen ide, asszonyság! Nézzen ide, Rebeka! Mi bajom? Na, ide figyelj, engem itt már egy órája idegesítenek. De nekem most már elegem volt, szóval fogja magát magat rakni, és akkor a igenis, meg lehet velem elégedve, hogy ezt a vérsikszét kipucoltam ott abban. Na, elegem most már elegem volt. Befejeztem. Abba hagyom ezt. Nézzenek ezek fúj királyultál magukra. Én ezt nem csinálom tovább. Jaj! Jaj! Mikor óhajt átöltözni? Majd át fogok öltözni. Azonnal kezdetét veszi az ünnepi vacsora. Mikor óhajt megjelenni a vacsora kezdetéhez? Vacsora? Igen. Hol lesz a vacsora? A kupola terem! Hol? Külső szokás, szerint a kupola terem! Meg az egész alkotmány. Kész, én ezt nem csinálom tovább. Hát ezek megőrültek. Hát először nem lehet bemenni az egész ország nélkül a kupola terembe. Utána meg még a vacsorát is oda hozzák. Nem? De a felség, ezek az ősi szokás. Minden koronázás előtti napon ünnepi vacsorát adunk a kupola teremben. Susz, bassz, befejeztem, nézzenek úgy a király után. Én ezzel. Mi az? Mi folyik itt? Éppen most jelentettem ötességének, hogy a kupola teremben lesz az ünnepi vacsora. Őt vigyék a kupola terembe. Egyen! Hagyja kérem magunkra ősz felségével. Felség? Engedelmével. Tisztelettel várjuk Önt a kupola teremben. Mondja maga rettenetes fáter, hogy mert jönni a szobából? Legalább állítottak volna be egy éjjeli lámpást, hogy olvasni tudjak. Ez mit gondol egy ember, csak úgy be lehet zárni? Mit csinált, amit nem volt, amit maga szerencsétlen? Hát igazából semmit sem csináltam. Csupán csak fecsüngeszettem az alkotmányt. A csüng valahol. Inovatron. És nem lesz koronázás. Haj, mit mond? Ja, és majd elfelejtettem, valami királynő kipuszoltam a palotából. Ha valami baj csinál, meg fogja keserülni! De én fogom megkeserülni? Hát
megígért nekem maga mindent, aztán se pénz, se vacsora. Itt ülhettem egész nap a hideg trónomon. Váradnak, amíg én még egyszer eljövök magukhoz uralkodni. Fogja a holmiát és menjen. Ne. A pénzét meg fogja kapni. Menjen le a hátsó kapuhoz, ott várja egy zárt autó, abból elmehet. Ja, még csak annyit akartam mondani, hogy a királlyal majd beszélni szeretnék egyszer. De majd meglátom, hogy hogyan boldogulnak nélkülem. Azonnal tűnjön már el innen! Jó van, csak még azt szerettem volna elmondani, hogy... Nem ért a szép szobor, azonnal hordj el magát! Jó van, ne! Micsoda türelmetlenség, csak azt akarom mondani, hogy mondják meg a királynak, hogy írom a trón. De ha biztos helyen akar ülni, akkor menjen a kupola terembe! Tüntesse már el innen ezt a bolhát! Gyere, kifelé! Minden másodperc számít! Jó, hogy mondjam! Az üzletben is minden másodperc számít. Gaston tábornok rendelt tőlem 3000 hadidákot, most faktum nincs a fellárt, szóval ilyen hatalmas rendelésnél számíthatok esetleg némi előleg, de mondjuk úgy 65 percet utányos, nem? Szóval merre találom a kis tepasszát? Szóval a kis tárpasszát előbb a lehetőleg. Erre parancsoljon, fenséged! Ez így majd mindjárt más, ha kezdze magát megszívlelni. Na, szólítatjuk ott a királykomámnak. Jó! És ahogyan felejtettem mondani, hogy a legközelebb nálunk járnak, nem kell brekegni, csak nyugodtan csöngessenek. Mazel tov!